Itt a Sétpatak Bálint köztől a Babics utcáig terjedő szakaszán kezdik meg hamarosan a vízelvezető rendszer tisztítását Szekszárdon. A mederkottás azonban nem csak ezt a részt érinti, hanem a Baranya-völgyi árok 300 méteres szakaszát is. A Kerámia utcától a zárt kertekig rendezik a területet. A szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársainak ezentúl egyéb feladatokat, mint például a hibás víznyelők javítását, záportározók tisztítását is el kell végezniük. A munka már el is kezdődött, mondja Varga András, városfejlesztési és üzemeltetési igazgatóság vezető. A különböző iszapládák, ordalékfogóknak a takarítása történt, meg mederrendezések, voltak elfajult medrek, azokat próbáltuk rendezni, cserjeritkítás, fakivágások. Sok a feladat, a Tolnai megyeszékhely vezetése azonban mindent megtesz a vízelvezetés biztosításáért, mondja Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere. A költségvetésben a kötelező feladatok ellátására 90 millió forint áll rendelkezésre. Hát, hogy az sok vagy kevés, azt majd az év során folyamán meg fogjuk látni. Hát bízunk benne, hogy az utóbbi két évhez megfelelően egy kis szerencsénk is lesz a dologba, és ilyen különösebb felhőszakadások, viharok nem fogják a várost érinteni. Nem csak a polgármesteri hivatalnak, hanem az ingatlan tulajdonosoknak is vannak feladataik. Ők felelnek a területük kaszálásáért, az autóbeállók alatti átereszek tisztán tartásáért, az ingatlanunk előtt lévő csapadékvíz elvezető árok gondozása, karbantartása, kaszálása, gyommentesítése is a lakosok felelőssége.